Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show! A Klassz FM-en. Na, mi pedig folytatjuk, csütörtök van, és csak óvatosan, mert lehet, hogy ő a kém. Két hetente jön, nem lehet tudni. Óvatosan. Hello, Ali, jó reggel, ciao. Jó lebuktam, reggel. Lebuktam. Ciao, Ali. Rád is gyanakodtunk, megmondom őszintén. Te is gyanús lehetsz. Te is gyanús lehetsz. Nekem meg te vagy gyanús. Igen? Máshogy viselkedem? Igen, hogy téged akarnak beépíteni az én oldalamra, a weboldalamra, mint kém. Azért hívtál meg ide, hogy aztán nézegest, hogy ott miről irok. Látod, figyelj, itt már mindenki mindenkire gyanakszik. Azonnal visszadobja, vigyázz vele. Egy paranoid világ lesz ez. Mindenki mindenkire gyanakszik. Mi újság van? Nagy dugó van? Nagy dugó van, nagy köd van, és azt nem értem, hogy hallgattalak benneteket idefele, hogy ugye mondtad, hogy millióan megírják, hogy köd van, hogy teljesen fölösleges, csak azt nem értem, hogy ha ennyien észreveszik, miért nem kapcsolják be a ködlámpát? Miért nem kapcsolják le a ködlámpát? Ez még jobb kérdés. Le, meg be. Be se kapcsolják, de azt mondja, valaki bekapcsolja, elfejti lekapcsolni. Igen. És délelőtt 10-kor szikrázó napsütésben megy a hülye át a hídon, érted? Minden gomb benyomva az autóján, és látod, hogy ég a ködlámpa. Valamikor 6-kor bekapcsolta, csak elfelejti lekapcsolni. Nem is értem egyébként. Na, egy érdekes témával készültünk ugye mára is. Fokrémek. Fokrémek, hát már előre mondjuk nem akarunk senkit megijeszteni, senkire a frászt hozni, de tessék végighallgatni, hogy mi van egy általános, átlagos fokrémben, aztán eldönteni, hogy ki mit ad a gyermeknek. Hát sokan nem fognak megijedni, mert a tegnapi témánk is ugye az volt a fogápolásnak az elhanyagolás az országban. De aki most kezd el a fogmosással barátkozni, az... Érted, aki eddig csinált, és van fokrém, az most megnéz, és megint azt kapjuk tízig, hogy kidobtam gyereket. Múltkor, hogy itt voltál, a pont ez jött a stiftekről, ugye? Megnéztem, ez van benne, kidobtam. Igen, de hát a fokrémekről is kell, mert tételezzük fel, hogy mindenki használja. Tehát figyelj, legyünk ennyire jó indulatúak, hogy mindenki használja, kened a gyerekre, a fogkeféjére, és te is használod. Tehát tételezzük ezt fel. Talán nem árt róla beszélni. Ha csak úgy válik be egyébként most az a pár jó tanács, amit el fog mondani a Vali a fogkrémekkel kapcsolatban, mint múltkor a dezodorokkal kapcsolatban, mert nekem mondott egy nagyon jó tippet, és tökéletesen bevált. Kaptam tőle egy olyan terméket, amit azóta is használok. Csak olyan büdös fogyaszt, hogy minden érezzük. Nagyon bevált emberi, nekem megmondom, olyan büdös vagy, hogy inkább nem tudom, mit csináljál. Én nem érzem, pedig itt ülök mellette. Nem, és érezheted azóta. Na, mi a baj a fogkrémekkel? Nézzük tételesen, jó? Jó, először is olyan szempontból sok baj van velük, hogy nekem az az elvem, hogy a fogakat nem a fogkrém fogja tisztítani, hanem a fogmosás. Uh-huh. Tehát itt van már eleve egy óriási különbség, vagy óriási nagy tétel, hogy az emberek azt hiszik, hogy majd a fogkrém fogja megoldani azt, hogy nekik megfelelő szájhigiéniájuk legyen. Ami azért is baj, mert a fogkrémeket túlízesítik mindenféle mesterséges ízanyaggal. Tehát nekünk az ízanyag fog egy olyan hamis érzést adni, hogy nekünk friss a szánk, miközben ugyanúgy ott figyel az ételmaradék a fogaink között, és ugyanúgy lepedékes a nyelv, és nem akarom sorolni. Tehát tulajdonképpen inkább az alapos kefélésre kéne odafigyelni. Ó, témánál vagyunk. Vagy, hát azért próbálunk odafigyelni. Ha valaki egyáltalán nem használ fogkrémet, viszont van egy jó fogkefélés, egy jó fogmosási technikája, akkor ugyanolyan jó hatást ér el, mint bármilyen fogkrémmel. De a fogkrémet leginkább a mentol miatt használom, tehát ez egy jó dolog, nem? Pontosan. Hogy... De mire, ízre, szagra? Nem, hát illatva, friss lesz a lehelyet. Hát gyakorlatilag azt mondod, hogy tök fölösleges fogkrémet venni? Nem mondom azt, hogy tök fölösleges fogkrémet venni, mert ugye rá lehet segíteni a fogkefe munkájára megfelelő fogkrémekkel. Viszont házilag is kiváló fogporokat ki lehet otthon keverni, amiben ugyanúgy benne van a hatóanyag, ugyanúgy ízesíthetjük természetes mentakivonattal, és ugyanolyan friss hatást el lehet vele érni. De tudom, ez sokaknak kényelmetlen. Meg sajnos a kozmetikai ipar itt is egy olyan tévhitbe rakott minket, mint a samponokkal kapcsolatban, hogy csak akkor hat, ha habzik. Pedig ez nem igaz, és ugye két héttel ezelőtt ott hagytuk abba, hogy a káros habképző anyagok, nem elég, hogy ez a szódium lauréd szulfát és társai, nem elég, hogy a samponokban és a tuxfürdőkben vannak benne, hanem még a fogkrémbe is, amit a szánkba veszünk. És ugye azt tudjuk, hogy a szányánk a hártyán keresztül sokkal intenzívebb a mindenféle anyagnak a felszívódása, kvázi a káros anyagok felszívódása is.
És az a szódium lauril szulfát, aminek ugye a biztonsági adatlapját a múltkor felolvastuk, és kiderült, hogy csak védőruházatba szabad még csak megközelíteni, és annyira veszélyes, főleg a nyálkahártyára, az gyakorlatilag simán benn van a szánkba a fogkrém habzóanyagán keresztül. Tehát nagyon oda kéne rá figyelni, hogy aki már kész terméket vesz, és vásárol, hogy mi a fogkrémbe a habzóanyag. Ha ragaszkodik ahhoz, hogy habozzon a fogkrém, akkor mindenképpen olyan fogkrémet választan, amiben cukortenzid a habzóanyag, de inkább ne legyen benne habzóanyag. Cukor, micsoda? Cukortenzid. Cukortenzidek. Ez ugyanaz, mint a cukor? Vagy csak a neve hasonlít? Ezek mert különböző... ugye azt mondtad, hogy cukorral a gyerekeket oda lehet édesgetni a fogkrém, ez szó szerint is, mert a, jó igen, íze ez a... ugyanaz tudja? Nem. Az, amiről te beszélsz, az a élelmiszeripari cukor. Aha, ez nem ugyanaz, csak ez a laikus kedvéért. Ez viszont egy vegyület, most mondok neked egy példát, a kókuszban is van olyan cukorvegyület, ami tenzidet képez, tehát képez habzani, vagy akár aha. A mosódióba, mert ugye az is habzik, vagy akár a gesztenyébe. Ezekben általában szaponinok, vagy cukortenzidek vannak. Na most a cukortenzidek általában természetes anyagból vonják ki őket. Félni. Nem kell félni. Jó, persze, nagyon magas koncentrációban ezek is tudnak károsodást okozni, de ebbe a kis koncentrációban egyáltalán nem. Tehát 4 mosódió a szájban, az veszélyes. Igen. Akkor így fordítom le. Mire jó a flór? Miért van benne? Nagyon sok fogorvos azt mondja, egyébként tök fölösleges, nem épül be, ezt valaki valamikor 40 évvel ezelőtt elhitette velünk, hogy ez kell a fogkrémbe, belenyomták ipari jellege, azóta ez valahogy úgy maradt, erről szól a reklám, hogy flór, de hogy amire nincs szüksége a fognak, az egyébként ez. Ez igaz? Ez abszolút igaz, sőt, hoztam is nektek egy történetet, hogy igazából volt egy olyan orvos, most itt keresem hirtelen a nevét, ez a H.T. Dean-nek hívják, az ivóvíz fluorozás atyának hívják, hogy gyakorlatilag ő kutatta a fluort, és abban az időben, amikor ő munkálkodott ezen, tehát ez a 1900-as éveknek az eleje, akkor nagy divat volt a homeopátia akkor kezdett elterjedni, és úgy gondolták, hogy minden, ami nagy mennyiségben káros, az kis mennyiségben hasznos, és az ő őrülete volt az, hogy a fluor akkor kis mennyiségben, ha nagy mennyiségben károsítja a fogakat, tehát például a fogaknak a feketedése gyerekeknél sokszor a fluor mérgezésnek a jele, például akkor kis mennyiségben biztos, hogy jó lesz. És ez gyakorlatilag annyira berögzült a köztudatba, hogy azóta már hiába vizsgálták többen ezt, és itt olvasok föl például egy vizsgálati jelentést erről, azt mondja, hogy azt tudjuk, hogy olyan ivóvíz fogyasztása, amely kis mennyiségű, tehát körülbelül 1 ppm fluor tartalmaz, a ppm az egy higítási mértékegység, az a 10^-6-onod része valaminek, tehát az nagyon kicsi mennyiség. Tehát ilyen mennyiségben is, hogyha mondjuk egy ivóvíz már 1 ppm mennyiségű fluor tartalmaz, olyan fejlődési rendellenességeket okoz a csontokban, mint csontkeményedés, csigolyabántalom, csontritkulás, golyva, és gyakorlatilag... De miért van benne? Én értem, hogy elmondjuk, hogy mi a... De te kirakta bele, vagy miért van benne? Azért 30 van benne, mert egy téves információ szerint, hogy úgy gondolják, hogy mivel a fognak a belsejébe a fogzománc anyagát elég tetemes mennyiségű fluor képezi az emberi szervezetbe, úgy gondolták, hogyha belerakják a fogkrémbe, az majd oda beépül. De hát a fogzománcba, hát ezt elhiszi valaki, hogy majd mosok 3 percig fogat, vagy még sokan annyit se, 30 másodpercig, és majd nekem a fogkrémből egy fluorvegyület, ami egy szódiumfluorid, tehát egy fluorsó, az majd nekem a fogzománcba beépül. Tény és való, hogy a szervezetünkben szinte az egész Mendelejev táblázat benne van valamekkora mennyiségben. Tény és való, hogy a fognak a fogzománcába található fluor. De azt nem azt jelenti, hogy ha én azt lenyelem a mérgező fluort, akkor majd az oda beépül, vagy fogat mosok vele. Ez egyáltalán nem így működik. Tehát szerves formába kéne a táplálékoknak a minimális fluor tartalmát beépíteni a szervezetbe. Senki nem mondta el az elmúlt 20-30, hogy gyerekek, állj, ne használjátok semmi. Nagyon sokan minden fogkrém tele van, vagy a legtöbb fogkrém. Nagyon-nagyon sokan elmondták, és nem értem, hogy miért
miért nem változik ez? Tehát még mindig úgymond a vezető fogkrémgyártók tele rakják nátriumfluoriddal a fogkrémet. Igen, de azért lehet kapni. Tehát, hogy most vannak azért alternatívák, lehet vásárolni kifejezetten olyan fogkrémeket, amikre rá van írva a dobozra, hogy fluoridmentes. Igen. Tehát, hogyha valaki mondjuk erre nyitott, vagy igényes, vagy azt mondja, hogy szerinte is ez felesleges, akkor vásárolhat olyan fogkrémet. Na jó, csak nem például, én tudom, hogy van olyan, amiben nincs, csak nagyon sokan nem tudják. Tehát én az okát nem értem, hogy miért teszik bele. Svédországban egy kísérletet, és megnézték például azt, hogy a fluoridos fogkrémmel, ha a gyerekek fluoridos fogkrémmel mosnak fogat, semmivel nem jobb a foguk, mint azoknak, akik nem mosnak fluoridos fogkrémmel fogat, sőt, az esetek nagy százalékában rosszabb volt a foguk, el volt színeződve, ugyanis a fluor elszínezi a fogakat. Uh-huh. És ezt tudja a fogkrémgyártó is, mert azért kezdi el belerakni a különböző ilyen fogfehérítő anyagokat. De miért teszi be a fluoridot? Talán de valakinek van sok olcsó fluori, érted? Tehát azt hát nem drága, mindenki nem azt drága. Mondja, mindenki azt mondja, hogy a fluorid nem segít rossz. Akkor... Megmondom, hogy régen voltak olyan kutatások, amik azt mondták, hogy erősítik de a fogat, vagy nincs. A fogzománcot erősítik, vagy beépülnek a csontokba, tehát hogy nyilván sokáig hihették ezt, és ez a status quo, ez nem akar megváltozni, és még mindig automatikusan nyomják vele. Egyébként azok, akik az összeesküvés elméletekbe hisznek, azok azt mondják, az interneten lehet róluk olvasni, hogy mivel a fluornak az egyik mellékhatása az IQ szint erőteljes csökkenése. Jújjúj. Tehát tulajdonképpen, ahol 3 ppm-nél nagyobb mennyiségben található fluor az ivóvízbe vagy a levegőbe, ott általában 90 alá csökken az IQ szint, tehát butító hatású. Jó, hát erre már a németek rájöttek a második világháromban, hogyha a fluoros ivóvizet adnak bizonyos falvaknak, városoknak, akkor a lakosságot lenyugszik, könnyebben befolyásolható lesz. Birkamódon csinálja, mit kell, de azért azt ne feltételezzük, hogy fogkrémgyártók azért nyomlak fluoridot a fogkrémbe, hogy én elhűljek. Biztos, hogy nem. Balikám, egy csak a fogkrém, jó hülye leszel, azt az majd adót. Megveszed még a másikat. Tehát azért ez egy messze menő összeesküvés elmélet. Van. Igen, azért mondtam, hogy egyes összeesküvés elméletek. Az a más réteget nem keményítik? Mert azt mondja a fluort belerakó fogkrémgyártó, én olvasok ilyeneket, hogy keményíti a külső zománc réteget, meggátolja a baktérium szaporodását, tehát hogy próbálja elméleti ezt megideologizálni. Elméleti bizonyíték van csak rá, de most józan paraszti észre gondoljatok bele, hogyha beledobod a kiesett fogadat sósabba, akkor milyen hosszú idő kell ahhoz, hogy egyáltalán az ománcon átrágja magát a sósabb? Baromi hosszú idő. Na most szerintetek egy sima fluorid só egy fogmosás alatt oda be tud épülni az ománcba. Tehát ez belsőleg kell a táplálékkal magunkba venni. Ilyen például a zöldtea. Tehát a zöldteának elég magas az organikus fluor tartalma, ami nem káros az a mennyiség az emberre nézve, viszont nagyon szépen be tud épülni. Oké, ha te azt állítod, hogy ugye nem megy be a fogkrém fluor tartalma a fogadba, ugye ezt mondod, akkor hogy színezheti meg? Tehát hogy lehet szürke tőle? Mert a külsőjére rakódik. Ja, rárakódik, persze, így kapaszkodnak a kis fluorok. Illetve a másik, akkor, ez egy mérgezési tünet. Tehát a nyálkahártyán viszont felszívódik. Tehát a száj nyálkahártyán tud a legjobban felszívódik, belekerül a véráramba. Hát ott elkezd, a fogba. Elkezd... Nem egészen így működik, mert ott elkezd felrakódni, és a szervezet a szódiumfluoridot, mint idegen anyagot kezeli, mert hogy a szervezetben szódiumfluorid formában nem található meg a fluor. Egyáltalán nem található meg, és gyakorlatilag a fluor mérgezésnek az első tünete az IQ szint csökkenésen, meg a elbutuláson kívül az, hogy elkezdenek elszíneződni a fogak. De jó, hogy időbe amire, amire gyakorlatilag, ugye mit írnak még föl, hogy mi jó, ha van a fogkrémbe? Kálcium. Na most a kálciumot, ha berakják a fogkrémbe, ugyanúgy nem fog a fogba felszívódni. Tény és való, hogy a kálciumpor, tehát a mészkőpor gyakorlatilag, annak van egy csiszoló hatása, amivel valóban nagyon szépen a lepedéket le lehet csiszolni, de az téves információ, ami ugye a reklámokból hangzik, hogy a kálcium tartalom majd erősíti a fogakat. Hát az a mészkőpor a soha büdös életben még a nyálkahártyán se fog felszívódni, nemhogy a fogba. Tehát akkor azt mondod, hogy fluormentes fogkrém. Gyerekeknek leginkább egyébként. Igen. Sőt, egy csomó fogkrém van egyébként durva, mert a gyereknek megveszel egy fogkrémet, annak ezen van egy sima fogkrém, és rajta van egyébként, nem biztos, hogy mindenki elolvassa, hogy például 6 éves kor alatt egyáltalán nem adható. Egy sima hétköznap mezei fogkrém. Én itt van a kezem, 6 év kor alatt nem adható, nem olvassa el a szülő, nem nézi meg, fogkrém leveszi a polcról, nagy betűkkel, hát hátul apró betűkkel, de rajta, hogy 6 éven aluli gyermeknek nem adható. Tehát akkor azért kell, hogy legyen benne valami valójában, hogy miért nem adhatod. Nyilván egy csomó olyan adalékanyag.
van. De egyébként még egészséges fogkrémet sem javasolnék nagyon pici gyerekeknek. Tehát most már van olyan tendencia, hogy a gyereknek még kijön a két első foga, már szoktassuk rá a fogmosásra, és már akkor habozzon a szája, meg tanítsuk meg fogat mosni. Tény és való, hogy a fogápolást meg kell neki tanítani, de nem lehetne fogkrém nélkül, tehát sima, egyszerű vizes fogkefével. Úgyis meg fogja tanulni a gyerek. Mondjuk abban, amit Balázs mondott, hogy nem adható 6 éves korú gyereknek még ez a fajta fogkrém, azért lehetne kereskedelmi szempontok is, mert ugye most már lehet kapni nagyon sok fajta gyerekfogkrémet is, úgymond kifejezetten gyerekeknek, meg is határozzák azt, hogy mennyi időskortól, mennyi időskorig, szóval itt azért valószínűleg a profit is közre játszik benne, mert a mi időnkben, hogyha emlékeztek, nem volt semmilyen. Abszolút, az a most nem volt otthon. Az a kétféle. Igen. De azért az érdekes, hogy Amerikában vannak olyan boltok, ahol csak és kizárólag lehet, csak és kizárólag olyan fogkrémet kapsz, ami egyébként fluoridos. És megállapították egyébként, hogy 160 millió amerikai iszik nap mint nap fluoridos vizet azért. Ezek az elkeserítő adatok. Tehát de hát az én időmben, amikor gyerek voltam, megtalálta az üritőitalban, a sörben egyébként, élelmiszerben, tehát hogy valamiért azért ez nyilván benne van, és valamiért belekerül. Úgyhogy ugyanakkor környezetszennyező anyag a vízben, a levegőben, ott mindenhol ott van, nem túl jó. És az a helyzet, hogy abszolút nincsenek alátámasztva a pozitív élettani hatásai. Nincs egy komoly átfogó tanulmány, ami azt mondaná, hogy igenis nagy mennyiségű kísérleti alanyon megnéztük és tudjuk bizonyítani, hogy a fluorid az nagyon hasznos az emberi szervezet számára. Jó, mondjuk egy szülő úgy gondolkozik, hogy oké, ezentúl nem veszek fluoridos fogkrémet, tényleg ez egy rossz beidegződés, ezt mondják a gyártók, ezt vettem én is, ezt veszi majd a gyerek is, ugye, hát ez generációról generációra száll. Oké, ezt kiszűrtük. Mi van például az ízesítő anyagokkal? Eper. Hát a gyerekek... Barack, mit, ugye, hát ezt ráteszik, mert a gyereke szereti, ráadásul megeszi ezeket a fogkrémeket. Lenyeli, hát ember legyen a talpának is, sokat nyom egyébként a gyereke fogkefére, igen. Szerintem Tóth Gábor tudna az elszámokról mesélni, mert ami az élelmiszeriparban elszámban szerepel, ugye az ízesítő anyagok meg a színezékek, az a kozmetikai termékekben is ugyanazok jelennek meg, csak itt nem elszámmal jelölik őket, hanem egy vegyületnévvel. Na most gyakorlatilag én nem gondolom azt, hogy a gyereket azzal kell rászoktatni a fogmosásra, hogy valaminek cukros epres íze van, vagy éppen barackos ananászos íze van, mert azzal csak azt érjük el, hogy ízlik neki, és le fogja nyelni. És sok esetben, hogy kívánatossá tegyék a gyerek számára a fogkrémet, megcukrozzák. Na most a tanulmány, ami például vizsgálta a szódiumfluorid vagy a nátriumfluoridnek a hatását a fogakra, az azt mondta, hogy azok, akik fogyasztották, és mellette cukrot is ettek, azoknak volt a legborzasztóbb állapotú a foga. Na most azok, akik például elhagyták a fluoridot és cukrot ettek, azoknak is borzasztó volt, és azoknak volt jó a foga, akik nem biztos, hogy fluoridos fogkrémmel mostak fogat, sőt nem azzal, viszont nem fogyasztottak ilyen mennyiségű cukrot. Tehát az első pont az, hogy a legnagyobb fogzománc károsító az a cukornak a különböző erjedési anyagai, ami ugye károsítják a fogzománcot. Tehát azt kéne elhagyni. Na most itt meg belerakják a gyereknek a fogkrémébe, és raknak mellé bele egy kis fluoridot, hogy kompenzálja a kettő egymást, és nem fogja kompenzálni, hanem összeadódik. Hát, nem hangzik túl jó, és akkor mivel mossunk fogat? Tehát mi legyen az ember, mondjuk otthon egy kis teafa, én olvastam őt, hogy teafa olajat, például rácsöpögtetsz a fogkefére, mentolos, jó illatú lesz tőle a szád, nincs benne semmilyen plusz, ami kell, nem habzik a szád, én azonnal kiköpöm a fogkrémet is, próbálok ilyen vegyszermentes fogkrémeket venni, nem mindig lehet kapni, amikor elkezd habzani a szám, én nagyon utálom. Tehát berakom a fogkrémet, köpök egyet, kijön a hab, és utána marad a fogkrém. Legalább flormentes, meg parabénmentes, ezt lehet már olvasni ugye különböző fogkrémeken. De egyébként mivel mosson fogat a gyerek, vagy a felnőtt? Hát a felnőtteknek nekem az egyik kedvenc ötletem a faszén. Gyönyörűen lehet vele biztosítani. Ezt halál komolyan mondom, és kérdétek el, hogy már lehet kapni a fogkrémet, amit én úgy hívok, hogy fekete fogkrém, most márkanév nélkül. Tehát fekete fogkrém, ami egy antropozófus elven alapuló faszénes agyagos fogkrém. Nagyon jók a különböző agyagok. Ezeket már gyerekeknek is lehet. Ilyen például a szicíliai zöld agyag, vagy a fehér agyag. Azt kell csinálni, hogy egy kis tégelybe bele kell rakni ezt a fehér agyagport, vagy a zöld agyagport. Bele kell csepegtetni vagy teafaolajat, vagy citromolajat, vagy mentapiperitát, kinek mi az ízlése, vagy szegfűszeget, vagy fahéjat, az még nagyon jó, azt ugye az ájurvédikus orvoslás használja a szájápolásra.
átveszi a zöld anyag ezt az ízt, a vizes fogkrémet bele kell mártani, és azzal át kell dörzsölni a fogat, és aki egyszer kipróbálja, és utána a nyelvét végighúzza a fogán, az egy olyan különleges érzést fog tapasztalni, amit egy habzó fogkrém után se, tehát olyan gyönyörű, sejmes, szép lesz a fog, és olyan fehér, hogy... Fokkal egyszerűbbet akarunk mondani, tehát mondjuk egy két csepp teafalaj, vagy egy picit szekűszeg, tehát összetör egy római tálatot, a mozsárba egy picit elvész. Egy lehellettel egyszerűbb, hogy aki mondjuk napi 8 órát dolgozik, bemegy a patikába, és egy hatóanyagot meg tud venni, egy szekűszeg, olaj, vagy teafa, olaj, pici rá fogkrém, és tök elég. Igen, abszolút illóolajon gondolkozok, és ezt azt is meg tudja csinálni, hogy napközben egy kívül spritznis flakonba tesz vizet, belerak 3-4 cseppet mondjuk egy ilyen 1 decibe, jól fölrázza, és ha azt fújkodja be, jobb, mint bármilyen szánspré, mert ugye lehet tudni azt, hogy a aromaterapeuták tudják is, hogy az illóolajoknak eleve van egy baktérium és gombölő hatása, valamint semlegesítik a különböző szagokat és ízeket az ember szájába. És jó lesz tőle a lehelet. Há, de nem lehet szegfűszeget rágicsálni, és az még a fogfájásra is jó. Nyári grillezésből megmaradt faszén darab, rád dörzsölött kész. Kicsit anyag az. Jó, fekete, de jó lesz. És a teafaolaj tényleg jó egyébként? Nagyon jó. Igen? Nagyon jó. Nagyon jó, pláne azért, mert ugye most divat lett homeopátiás szerek használata, és a teafaolaj az kompatibilis a homeopátiás szerekkel, mint ugye tudjuk, a mentol nem. Tehát szokták mondani, hogy ne mosson mentolos fogkrémmel fogat az, aki homeopátiás kezelésben részesül. Nagyon sok ilyen illóolajban, mondom, az ájurvéda még a gyömbérolajat is használja. Közben annak telefonálnak fogorvosok egyébként, és azt mondják, hogy nagyon kevés fogorvos utasítja el magát a flort, mert hogy fölszívódik állítólag, ők azt mondják ugye a fogzománcban, és hogy a sav koncentráció hatására történik ez meg, és hogy nagyon sok pozitív adat támasztja alá, hogy miért kell ezeket beletenni a fogkrémbe. Tehát itt azért két világnézet találkozik, akik ugye ellene vannak, és akik mellette vannak. Csak közben látom, hogy Anna folyamatosan írja, hogy telefonálnak fogorvosok, akik én viszont hisznek benne, és azt mondják, hogy kell nagyon, a fogzománcnak. Nagyon-nagyon sok tanulmányt végignéztem, és azok a tanulmányok, amik azt mondják, hogy nagyon jó a fogzománcnak, azokat a tanulmányokat ilyen 10-12 emberen plusz egy kontrollcsoporton csinálták meg. Tehát nekem 10-12 ember nem bizonyíték. Uh-huh. 12 000 ember az már esetleg bizonyíték. Meg in vitro, tehát csészébe berakja, és akkor ott nézi, hogy most bejut a rácsöpögtetés, bejut a fogzománcba. És arra van tanulmány 12 000 emberről, hogy káros a fogra? Van. Arra van? Van, tehát gyakorlatilag Kínában mérgeződött el teljesen egy terület, amikor a közeli gyárból az ivóvízbe bekerült pontosan olyan koncentrációban fluorid só, ami a fogkrémben is benne van, és vizsgálták őket, mert nem tudták, hogy mi a bajuk. Tehát elkezdett minden funkciójuk rosszabbul működni, és hosszú távon, mert ez ugye nem azonnal jelentkezik, hogy most egyszer mosok fogat és fluor mérgezésem van, ez hosszú távon mérgezte az ivóvizőket, és az ottani kutatások azok ilyen több ezer emberre vonatkoznak, hogy mik lett, de utána lehet egyébként nézni ennek az interneten, ennek a kutatásnak, hogy több ezer embernél milyen hatása volt. Igaz, hogy ott nem fogat mostak vele, csak megitták. Na jó, hát mindenki olvassa el az ide vonatkozó részeket, aztán tessék dönteni. Én flormentes fogkrémmel mosok fogat. Én is. Ha ez számít, nálatok mi van? Fogkrém. Amit hozza az anyja. De én nem használom. Én kolbásszal mosok fogat és zsírszalonnával. Mondjuk egy is szeregek, beragadod a Csaba, egy kétszer átforgatod. Ja, egyébként az afrikai fogkefét ismeritek még egy mondat elején. Valami növénynek a... Meg kell rágicsálni, és amikor megrágicsáltad, akkor azzal kell végigdörzsölni a fogaidat. Nekem van ott egyébként nagyon jó érzés utána, meg az íze is jó. És az afrikai nyugdíj alapot ismeritek? Ők se, he? Nagyon jó, Vali, köszi, hogy itt voltál. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.